a mai alkalommal szeretném bemutatni az idei év országtortáját, ami egy nagyon szép, hosszú nevű országtorta. Pannonhalmi sárga barack pálinkás karameltorta. Szép, hosszú neve van. A sztoriról annyit, hogy a kitalálója egy salgótarjani cukrász, aki egyébként a torta versenyen 2 darab tortával is indult, és egyik sem ez volt. Tehát nagyon-nagyon érdekes a sztori. 2 darab tortával indult, 2 darab tortával be is jutott az első 5 helyezett közé, és a 2 darab tortából kellett neki alkotni egy harmadikat, amivel megnyerte végül is az ország tortája versenyt. Szükségük van 7 különböző textúrára, illetve 7 különböző előkészítő műveletre, amiről most beszélek. Először is szükségünk van karamellizált sós mandulára. Ráöntjük a cukorra, és ezzel készítünk egy szirupot. Tehát nem egy dobos cukrot készítünk, hanem egy karamellt, és ebbe hozzáadjuk az enyhén pörkölt mandulát, egy picit megsózzuk, és egészen egyszerűen összekeverjük. Tehát a pálinkát beleöntjük a lábasba, hozzáadjuk a vizet, és most jön a érdekesebb része, egy kis barack pürét adunk hozzá, sárga barack pürét még hozzá, ami nem más, mint sárga barack összeturmixolva. És egészen egyszerűen fogjuk, elkeverjük a pálinkás lében ezt a barack pürét, és ezt is felforraljuk. És ugye a forralás után az alkohol az elillan, beleöntöm a tojásfehérjét, hozzáadom a kristálycukrot. A tojásfehérjénk ezzel az igen kevés cukorral kemény habbá verődött, szükségük lesz az egész tojásokra. Egész tojásokat beleöntöttük a habistbe, és végtelen egyszerű a történet, hozzáadjuk a kristálycukrot és a mandulalisztet. És ezzel a mandulalisztes kristálycukorral készítünk egy másik habot. Elkészült a nagyon szépen felhabosodott egész tojásos mandula lisztes masszánk, amit végtelen egyszerű módon hozzáöntjük a tojásfehérjéhez, hozzáöntjük az étcsokoládét, amit megolvasztottunk, picit elkeverjük a habot. Kérdezik tőlünk azt, hogy miért csináljuk ezt az országtorta bemutatót. Végtelen egyszerű a történet, mert szeretjük magát az ország tortája rendezvényt is, szeretjük a hazánkat, és szeretnénk megtisztelni ezzel a cukrásztársadalmat, hogy mi bemutatjuk azt a tortát, amit ugye a ítészek a legjobbnak ítéltek az adott évben, és szeretnénk az kedves ceglédieknek megmutatni azt, hogy igen, nem vagyunk kevesebbek azért, mert nem vagyunk fővárosiak, nem vagyunk egy óriási cukrászat. Szeretnénk azt, hogyha mindenki, aki ceglédi, és van kedve hozzá, meg tudja kóstolni. Elkészítjük a zselatin masszát. Egy rész zselatin, 5 rész víz. Ilyen egyszerű a dolog. Tehát ráöntjük a zselatin porunkra a hideg vizet, és megkeverjük. A barackot leturmixoltuk. Semmi másról nincs szó. Hozzá fogjuk adni a kristálycukrot, a pektint, és egészen egyszerűen felforraljuk, hogy a tejszínt és a tejet beleöntjük egy lábasba. Ez glükóz, úgy hívják. Belemérjük a glükózt. Sejmesebbé, könnyebbé teszi a töltelékünket, és nagyon könnyen egyneművé válik. És ezzel csak annyi a dolgunk, hogy a tejszínes tejet a glükózzal együtt felforraljuk. A karamellmuszhoz szükségünk lesz még, hát nyilvánvalóan, kristálycukorra, tojássárgájára és kemény habbá vert igazi, eredeti, állati tejszínhabra. A cukrot halvány barnára karamellizáljuk, amikor enyhe fehér füst távozik belőle, akkor az igaz. És közben a pasztőrizált tojássárgánkat elkezdjük habbá verni a keverőgépben. Fehér füst eltávozott a cukrunkból, és most 3 részletben picit hátrébb lépek, nagyon óvatosan hozzáadjuk a tejszínes forró tejet. Lehet látni, hogy olyan, mintha varázsolnék, pedig nem. Felvert tojássárgához, és szépen lassan hozzácsorgatjuk, vigyázva, hogy ne egy kicsapódjon. Picit eldültük közül a gépet. És egészen egyszerűen kihűlésig habbá verjük.
belekerült alulra a piskót alap, és ezzel a pálinkás sziruppal egészen egyszerűen így meglocsoltuk, hogy ezt jó beígja. Rátettük azt a barack tölteléket, amit az előbb mutattam, és nagyon laza mozdulatokkal összekeverjük. Lehet látni egy gyönyörű aranyságot, tehát én ezt így mutatom jó önöknek, hogy ezt jól lássák, mert nagyon-nagyon szép, és nem utolsó sorban finom. Összekeverjük. És amikor ezzel megvagyunk, akkor ezt a karamell tölteléket ezt szépen beleszedjük a tortát. És ha mindent jól csináltunk, jól mértünk, akkor betöltés után a tortánk az így néz ki. A következő edénybe beletettünk egy kis sűrített tejet, és egy csipetnyi paradicsó zselatin mix, ugye, amit mutattam. Azért forraljuk fel, hogy kapjunk belőle egy szirupot, amihez hozzá fogjuk adni a zselatint, a fehér csokoládét és a sűrített tejet, amivel elkeverjük, és egészen egyszerűen a torta tetejére ezt rá fogjuk önteni. Ugye a forró karamell szirupban a zselatin az nagyon gyorsan el fog olvadni, akkor ezt az egészet ráöntjük a fehér csokoládé és sűrített tejes keverékünkre, és addig keverjük, amíg fel nem oldódik teljesen a csokoládé. És újra hűtőszekrénybe vagy fagyasztószekrénybe helyezzük. Elkészítjük a csoki díszünket. Egy zsírpapírra, az egyszerűség kedvéért zsírpapíron dolgozunk. Kiöntjük az olvasztott csokoládét, amit előtte letemperáltunk. A temperálás azért szükséges, hogy az étcsokoládénk szerkezete ne változzon meg. Apró tört, sózott, karamellizált mandulával. Milyen szép hosszú, nem?